kovászos kenyeret készítünk. Első lépésünk az anyakovászunk feletetése. Ezt az anyakovászt, ezt mindig a hűtőben tároljuk, és mindig csak annyit teszünk el, amennyire a következő kenyérhez, illetve a következő anyakovászhoz szükségünk van. Mivel a kenyérbe 50 g-ot fogunk ebből a kovászból használni, ezért 30 g kovászt fogunk 30 g vízzel és 30 g liszttel feletetni, így összességében fogunk kapni 90 g friss kovászt, amit majd szintén langyos helyre téve körülbelül 6 óra alatt felfuttatunk, és visszateszünk a hűtőbe. És aztán újra ezt a kovászt fogjuk a következő alkalommal is a kenyérhez szükséges, már a kenyérhez való kovász feletetéséhez. Nos, tehát kiszedünk 30 g-ot, és ehhez mérünk 30 g forrásvizet. Nagyon fontos a kenyér készítésénél, hogy lehetőség szerint ne klórozott csapvizet használjunk, mert a kenyér nem szereti a klórt, hiszen az a kovászban élő baktériumokat elpusztítja. Ezért tiszta forrásvizet használunk. A kovászt egy villa segítségével felverjük, mint a tojást, gyakorlatilag összekeverjük. És ehhez mérünk még 30 g teljes kérlésű rozslisztet. Az anyakovászhoz én mindig teljes kérlésű rozslisztet használok. Jól el kell keverni, ne maradjon száraz liszt benne, minden liszt nedvesedjen meg. Teljesen jól legyen szépen összekeverve. Így kanállal is szoktam igazítani. És így gyakorlatilag a 90 g anyakovászunk kész van. Ezt majd a kenyérhez szükséges kovásszal együtt felfuttatjuk 25 és 30 fok közötti hőmérsékleten, körülbelül 6 óra alatt, és aztán így, ahogy van, visszatesszük a hűtőszekrénybe, és legközelebb ebből fogunk majd kivenni a kenyerünkhöz. Az anyakovász elkészítése után el fogjuk készíteni a kenyérhez szükséges kovászt. Ehhez az anyakovászból 50 g-ot fogunk használni, amit egy kicsit nagyobb tálba fogunk összekeverni 100 g vízzel. Egy-két gram különbség nem oszt, nem szoroz.
azért amennyire lehet törekedjünk a pontos számolásra. Jó alaposan kikeverjük az anyakovászt a vízzel. Benullázzuk a mérleget, és ehhez most 120 g lisztet fogunk adni. Ez ugye 1 kg fehér kenyérliszt, BL80-as kenyérliszt, mi a Szabó Malom lisztjét használjuk, nagyon szeretjük, nekünk nagyon bevált. Természetes eljárással készült liszt, semmiféle adalékanyagot pluszban nem tartalmaz, igazi kovászos kenyérhez való jó minőségű liszt. Nos, ebből fogunk a már kikevert kovászvízhez és kovászhoz 120 g-ot adni. És ahogy a magkovászt, vagy anyakovászt, ezt is teljesen szépen konzisztensen kikeverjük. Keveredjen jól el, liszt, száraz liszt ne maradjon benne. És ha ügyesek vagyunk, és a pohár oldaláról lekaparjuk, akkor nagyon szépen fogjuk látni, hogy emelkedik meg körülbelül 6 óra alatt a kovászunk. Egy kanál segítségével ezt is szépen eligazgatom az edénybe. És a kovász kész van, gyakorlatilag mehet meleg helyre. Még egy nagyon fontos dolog, hogy sem a magkovászt, sem az anyakovászt nem szabad a kovász etetése, illetve feletetése után teljesen lezárni, mert gázok termelődnek benne, ezért a fedelét az csak így óvatosan ráhelyezzük, hogy ne menjen bele semmi kosz, de nem zárjuk légmentesen le. Az elkészített kovászokat kellemes meleg helyre, mi egy cserépkályha mellé tettük. Itt most éppen 30 fok van, természetesen ez 6 óra alatt, ez a hőmérséklet itt a kályha mellett azért lejjebb fog menni, körülbelül 25-26 fokra, ez nem nagy probléma. A kovász gyönyörűen föl fog emelkedni, a jelenlegi szintjét a dobozon egy gumi gyűrű mutatja. Ez a gumi gyűrű nagyon jó arra, hogy látjuk majd, hogy a felfutott kovász hányszorosára fog megnőni. Most 6 órára itt hagyjuk a kovászt. A kovászunk gyönyörűen több mint a háromszorosára felfutott, úgyhogy kezdődhet is a tészta, a kenyértészta összeállítása. Ehhez a maradék lisztünket, ami ugye 880 g, hiszen 120 g-ot vettünk ki az 1 kg lisztből a kovászhoz, tehát 880 g lisztet robotgép keverőtárjába szedjük, és ehhez 550 g forrás vizet adunk hozzá.
hogy pontos legyen a mérés, mindig először egy tálba mérem ki a vizet, ha picit sok, akkor egy picit leöntök belőle. Tapasztalatunk szerint ugyanaz a liszt általában ugyanannyi vizet igényel, és így lesz a tészta a megfelelő állagú. Tehát a liszthez hozzá öntöm a vizet. És összekeverem. Lényeges, hogy nem dolgozzuk ki a tésztát, egyszerűen csak összekeverjük a vizet a liszttel. Csak annyira, hogy egy kicsit összeálljon. A tálban ne legyen már liszt, csak tészta, tehát minden lisztet vegyen fel a tészta, mert az a munkafolyamat, ami most következik, az az önbomlasztás, ez 40 percig fog tartani. A folyamatok, a fehérje lebomlása a víz hatására magától fog elindulni. Tésztába. Ilyenkor még nem kell a tésztát teljesen kidolgozni, elég csak összekeverni. Én úgy szoktam csinálni, hogy ilyenkor ráteszem a kovászt is. Hagy érjenek együtt, hagy vegyék fel egymás hőmérsékletét, annál könnyebb lesz majd a dagasztásnak, a tészta kidolgozása. Ezt most légmentesen lefedjük. Nekem szerencsére az a tál, amiben a tésztát majd hajtogatni fogom, annak a fedője pontosan illik a gépre, a gépnek a keverőtájára, így ezzel légmentesen le tudom fedni. Miközben a tészta autólízise, önbomlasztása folyik, kimérjük a sót. 1 kg liszthez én 30 g sót szoktam adni. Ez azt jelenti, hogy a kenyértésztánk 3%-os sótartalommal fog rendelkezni, és ha az összes vizet, ami a tésztába belekerült, tehát a kovász készítésénél a 100 g-ot, illetve a kenyértészta készítésénél az 550 g vizet összeadjuk, az ugye 650 g, tehát 1 kg liszthez 650 g vizet tettünk, így 65%-os hidratáltságú kenyértésztát készítünk. Még van egy munkafolyamatunk, az pedig az, hogy a tálba, amiben a hajtogatást fogjuk csinálni, teszünk egy nagyon-nagyon pici olajat. Mi tökmagolajat használunk erre. Ez azért kell, hogy a keverőgépből frissen kiszedett tészta a dagasztás után ne ragadjon még bele a tálba. Meg fogjátok látni, ha már a tészta egyszer vagy kétszer meg lesz hajtogatva, akkor már nem fog ragadni, akkor már nagyon könnyű lesz vele dolgozni, de az első fázisban még ragadhat egy picit, ezért én ezt a keverőtálat kiszoktam olajozni. Arról nem beszélve, hogy ez a tökmag olaj rendkívül finom és rendkívül egészséges. Ártani nem fogunk vele a kenyérnek. Fontos, pici olajat használunk, nagyon picit, éppen csak annyit, hogy a tálat ki tudjuk vele kenni. Semmi többet.
Készen is vagyunk, a dagasztásig más teendőnk nincsen. Lejárt a 40 perc, indulhat a dagasztás folyamata. Mi a dagasztáshoz egy Kenwood robotgépet használunk, nekünk ez a gép nagyon bevált, hosszú-hosszú évek óta megvan, semmilyen meghibásodás nem történt, hibátlanul működik, és akár 2 kiló lisztet is ki lehet vele dagasztani. Tehát mi most ugye az 1 kiló tésztához fogjuk használni. El is indítom a dagasztást. És a dagasztáshoz elindítom a stoppert is. Ezzel szoktam lemérni azt, hogy a dagasztási folyamat az ne legyen hosszabb 10 percnél, az alatt tökéletesen elkészül a tésztánk. A gépet 1-es fokozatra teszem, és körülbelül 4 percig fogjuk ezen az 1-es fokozaton keverni a tésztát. Mivel a kovászt a tészta tetejére tettük, ezért most egészen a keverőszár végére felszalad. Egyszer a keverés alatt leállítom a gépet, leszedem róla a tésztát, és így teljes egészében össze tudjuk keverni a kovászt a tésztával. Újra elindítom. 1-es fokozat. Négy percnél járunk, ennél a 4 percnél hozzáadjuk a sót. A dagasztógépet 2-es fokozatra állítjuk, és további 5 percig ezen a fokozaton fogunk dolgozni. Nagyon lényeges dolog, hogy a kenyértésztánál nem az a fontos, hogy teljesen pontos, gramra pontos legyen hozzá a vízadagolás, mert nem egy így elkészített vagy kidolgozott receptet akarunk elkészíteni, hanem a végeredmény a fontos, tehát az a fontos, hogy a tésztánk legyen megfelelő. Most leállítottam egy kicsit a gépet, látjátok, hogy mennyire csúszik le a tészta a keverő szárról. Körülbelül ezt szeretnénk elérni, körülbelül ezt az állagot szeretnénk elérni, és azt is látjátok, hogy a gép a keverőtában maradéktalanul összeszedi a tésztát. Körülbelül ez az a tészta minőség, amit szeretnénk. Természetesen minden liszt különböző mennyiségű vizet vesz fel ahhoz, hogy ezt a végeredményt kapjuk. Ökölszabály az, hogy minél teljesebb kiörlésű egy liszt, tehát ugye a BL 80-as, BL 55-ös,
vagy pedig a rozsliszt, ami ugye RL190-es, itt ugye a B betű az a búzát jelenti a rozslisztnál, rozslisztnél pedig az R betű a rozslisztet. Ez a 190-es, ez már a teljes kiörlésű liszt, és a BL55-ös az a finom liszt, a mi kenyérlisztünk pedig BL80-as, mi ezt el szoktuk úgy is érni, hogy fele-fele arányban használunk, tehát az 1 kg lisztet BL55-ös finom búzalisztből, és BL120-as kenyérlisztből keverjük ki, fele-fele arányban, és ehhez is körülbelül ennyi vizet szoktunk ugye adni. Viszont, ha a kenyerünket teljes kiörlésű kenyérként készítenénk el, akkor több vizet kellene hozzáadni, mert minél több hamurészt, minél több korparészt tartalmaz egy liszt, annál több vizet vesz fel. Indítom újra a gépet. Látjátok, mennyire szépen felszedi az összes lisztet, az összes vizet. Tökéletesen dagasztja a gép a kenyeret. Minden tésztát összeszedett a gép. Ezt az 1 percet persze még rátesszük a dagasztásra, tehát most 11 percig fog ez a folyamat lezajlani. A tésztánk elkészült. Besegítjük a tésztát a keverőszárral az üstbe. A teflonos keverőszárról látjátok, gyönyörűen leválik a tészta. És a kiolajozott keverőtálba fogjuk szedni a tésztánkat. A spatuláról is gyönyörűen lejön a tészta. Nem ragad már nagyon. És most egy picit bevizezett kézzel, hogy a kezünkhöz ne ragadjon a tészta, fogjuk az első hajtogatást megcsinálni. Fordítok egyet a tésztán, hogy mindenhol picit olajos legyen, ne ragadjon. És indulhat a hajtogatás. Mindig fordítok 90 fokot. Most, ha nézitek a tésztát, lehet látni, hogy még nem szép sima a felülete, de majd a harmadik hajtogatásnál egészen gyönyörű lesz. Ezt én alkalmanként ugye háromszor hajtogatjuk a tésztát, de ez a negyedik, mert ugye most, hogy kivettük a gépből, most is hajtogatunk egyet rajta, de még háromszor fogjuk meghajtogatni. Én általában olyan 8-10 ilyen fordítást csinálok rajta. De még akár többet is lehet. Így kész vagyunk. Lefedjük. A stoppert beállítjuk 30 percre. Elindítjuk, és 30 percig így hagyjuk.
lejárt a 30 perc, az órát újraindítjuk, a kezemet egy picit bevizeztem, és meghajtogatjuk újra a tésztát. Látjátok, a tészta nagyon szép, nem ragad, és egyre simább lesz a felülete. Ez minden hajtogatás után így lesz, egyre simább lesz a tészta, és el fognak benne kezdődni a buborékok, a buborékosodás. Gyönyörű bubik fognak képződni benne. Na, még négyet. Az órát mindig úgy szoktam csinálni, hogy ahogy megállítom rögtön a csipogást, rögtön el is indítom, hogy ne felejtsem el elindítani, visszateszem a gépre, és jelzőnek egy szem cukrot rakunk a gép vagy a tál tetejére, jelezve, hogy meg volt az első hajtogatásunk, a végén 3 szem cukor lesz itt. Lejárt a 30 perc, újraindítottam az órát, meghajtogatjuk a tésztát. Ez lesz a második hajtogatás. Négy. Öt. 6, 7, 8. Kezdenek a bubik kialakulni, a tészta már sokkal, de sokkal simább. Nem ragad a kezemhez, már nem vizeztem be a kezemet. Ez volt a második hajtogatás. Föltesszük a második cukrot. Fél óra múlva jövünk vissza. Ez már a harmadik hajtogatás lesz, és egyben az utolsó is. A következő fázis az már a kenyér formázása és a szakajtóba tétel lesz. Nagyon szép, sima lett a tésztánk, egyáltalán nem ragadt. Buborékosodik. Ott a bubi. Úgy. Következőre a szakajtóba fogjuk tenni a kenyeret. Cukrokat most már le is veszem, mert már több hajtogatás nem lesz. Következik a tészta formázása és a szakajtóba helyezése, amivel ugye a kelesztés kezdődik meg. Először is kilisztezzük a szakajtókat. Ehhez rizslisztet használunk azért, mert a rizsliszt nem lép reakcióba a kenyérrel, tehát nem olvad bele ugye az a liszt, a kenyér nem veszi fel ezt a lisztet, és az így kilisztezett szakajtóból a kenyeret könnyen fogjuk tudni kiborítani.
A szakajtókat kirészteztük. Most a deszkáról a kroksinál összeszedem a maradék rizslisztet. És egy pici finom búzalisztet fogunk használni. A deszka meglisztezéséhez, ahhoz, hogy a kenyér ne tapadjon rá. Ilyenkor amennyire csak lehet, ügyeljünk arra, hogy nagyon kevés lisztet használjunk. Tehát amennyire csak tudjuk a liszt mennyiségét a deszkán csökkenteni, annyival csökkentsük is le. Kétszer-háromszor meghajtom a kenyeret, így jobban összeáll a tészta. Mekkora bubi van rajta. Remélem jól látszik, hatalmos buborék. Jobban összeáll a tészta, és így könnyebb lesz felvágni. Ugyanis most, mivel mi a kenyeret mindig két kenyeret sütünk, tehát ebből a tésztából két kenyeret sütünk, ezért két egyforma részre fogom osztani a kenyeret. Ez 7,65. Ez 9,55, tehát körülbelül 90 grammot még le kell szednünk. Így, 870, 852, hát egy 860. És most következik a kenyér megformázása. Tésztát amennyire lehet kinyomkodjuk, mintha csak egy ilyen pizzát csinálnánk belőle, nem kell nagyon-nagyon vékonyra kinyújtani, de amennyire tudjuk így kinyomkodjuk kb. Egy ekkora darabra. Kétharmadát ráhajtjuk, két oldalról behúzzuk, és mint egy borítéknak a tetejét ráhajtjuk. A füleket húzunk rajta, ezeket a füleket is behajtjuk, és a végén az egészet még egyszer megtekerjük, a varratot pedig összecsipkedjük, összezárjuk. Ez egy elég jó szoros formázás, nagyon szép lesz majd a kenyérnek a bélzete tőle. Varrattal fölfelé fogjuk beletenni a szakajtóba. Egyikkel készen vagyunk, a másik. Pici liszt, nem sok, tehát éppen csak annyi, hogy ne ragadjon oda a tészta a deszkára. Így kétharmadig vissza, behajtjuk a két oldalát, és rácsukjuk a boríték tetejét, a füleket behajtjuk, füleket húzunk és behajtjuk, és a végén felgörgetjük. A varratot bezárjuk. És a kenyeret a kilisztezett szakajtóba betesszük. Ezzel kész is vagyunk,
két kis kenyér. Le fogjuk takarni egy konyharuhával, egy picit a konyharuha tetejét meg fogjuk vízzel spriccelni, hogy egy picit nedves legyen, ne száradjon ki. És a konyhapulton körülbelül 5 óra alatt fog megkelni, és aztán már fogjuk is sütni a kenyeret. 5 óra alatt kelt meg, úgyhogy elkezdjük a kenyérnek a sütését. Az első és legfontosabb feladat, hogy forró vizet, egy tálba fogunk betenni a sütőbe. A sütőt 250 fokra légkeverésre előmelegítettük. A kenyeret a sütőben látszik, vason fogjuk sütni. Ez egy 5 mm-es kazánlemez lap, ami rögtön a sütő bekapcsolásakor már benn van a sütőbe. Ez a lap, ezt megmértük egy digitális hőmérővel, ez 260 fokra már felmelegedett. Úgyhogy kezdjük is a kenyér bevetését. Bevető lapátra sütőpapírt teszek, hogy ne rakadjon a kenyér semmiképpen se oda a laphoz, és óvatosan ráborítom a szakajtóból a kenyeret, majd egy éles szikével, ez egy orvosi szike, egy erőteljes vágást csinálok a kenyérre, amit bevetünk a sütőbe. Egyik másik. Most meg fogjuk mutatni, hogy az előbb ugye itt vágtuk föl a kenyeret, és most ezt a kenyeret pedig fölülvágjuk be. Meg fogjuk látni, hogy a két vágási metódus között milyen különbség lesz, amikor a kenyér majd kisül. A két kenyér bent a sütőben. Ilyenkor még egy spriccivel tiszta vizet be szoktam spriccelni. A kenyérnek ahhoz, hogy szép nagyra nőjön, szüksége van gőzre. Ez a legfontosabb, hogy az első 25 percet azt mindenféleképpen gőzben kell sütni. Be is állítjuk az órát 25 percre, a stoppert, a visszaszámlálót, és 25 percről elindítjuk. Csodaszépen nőnek a kenyereink, ilyenkor kapnak még egy spriccelést. Hét perce vannak benne a kenyerek, egyre nagyobbra és nagyobbra nőnek. Gyönyörűek lettek, nagyon szépek. 10 perce van bent a kenyerünk, a 250 fokos légkeveréses sütőbe. Látszik a vágásnak az értelme, hiszen a kenyér nem össze-vissza reped, hanem irányítottan, csak és kizárólag a vágások vonalában reped meg, de a kenyér mindenképpen megrepedne, hiszen belül gázok keletkeznek, és ezek a gázok megnövelik a kenyérnek a térfogatát. Elérkeztünk a 15 perchez, szépen elkezdtek a kenyereink barnulni. Most már nem növekszenek tovább, hanem elkezdenek szépen sülni, egyre szebb színt fognak kapni. 20 perce vannak bent a kenyereink a sütőben, maximum hőmérsékleten, amit csak bír a sütő. Ez nálunk 250 fok és légkeverés. Elérkeztünk az első fázis végéhez, a légkeverést kikapcsoljuk. A sütőt alsó-felső sütésre 210 fokra kapcsoljuk be. Ezen fogjuk újabb 20 percen keresztül sütni a kenyeret.
és most a vizet, a maradék vizet már kivesszük a kenyér a sütőből. Egy picit várunk, hogy a gőz távozzon a sütőből. Becsukjuk az ajtót, és a stoppert elindítjuk. A második fázisból is letelt 5 perc, már csak 15 percünk van vissza. A sülő kenyér illata annyira fantasztikusan finom, hogy megjelent kis barátunk Teca is a konyhában. Elérkeztünk az utolsó 10 perchez. Kenyereink egyre szebbek, egyre barnábbak, egyre szebb sült színük van. 10 perc, és kész vagyunk. Le is telt az idő, kikapcsoljuk a sütőt, és kivesszük a kész kenyereket a sütőből. Gyönyörűek, kopogósak. Így fog kb. Kinézni a kenyerünk felvágás után. Ezt mindig szépen elcsomagolva damaszt kendőben tároljuk. Sziasztok! Ez a kenyérsütéses videó itt véget ért.